Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, hát köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról résztvevőket. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket a jelenlétükkel. Én Csonke Erzsébet vagyok, a PPH egyik vezetője. Én Tóth Ferenc, szintén a PPH egyik vezetője. Nagyon nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit. A mai képzés két részből fog állni, egy tudatosságfejlesztésből és egy ember és életjobbító coach képzésből. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk mindenki tegezi egymást, kortól, nemtől függetlenül. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mestercoach és boldogság specialista, szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Ő az egyik legismertebb mestercoach és személyiség és képességfejlesztő szakember. 2016 óta ismerem személyesen, és meggyőződtem arról, hogy Szedlacsik Miklós mestercoach képzései folyamatos és hatékony fejlődést biztosítanak. Olyan eszmék vezérlik az életét, amik emberek millióinak életét változtathatják meg. 36 éve él boldog házasságban. Sokat tettek azért, hogy jól tudjanak együttműködni, kiegyensúlyozott, boldog családi életük legyen. Ő nem egy olyan tanító, aki úgy akar az embereken segíteni, hogy közben az élete romokban hever. Csak olyan dolgokat tanít, amit használ is. Példamutató, felelősségteljes és kötelességtudó tanító. Számára nagyon fontos, hogy az élete minden területén képes legyen megállni a helyét, és ehhez másokat is hozzásegítsen. Erről is meggyőződtem személyesen az évek során. Tele van lendülettel, energiával, amit az egyéniségén keresztül a leginkább tud kifejezni. Az életében különösen fontos szerepet tölt be a körülötte lévő dolgok működésének megértése. Rengeteg tapasztalatot szerzett az emberekkel való bánásmódban. Szedlacsik Miklós több mint 30 éve foglalkozik emberekkel, és van saját szervezésű csapata. Szól. Nagyon sok ember fejlődésében segített már a Nyílt Akadémia létrehozásával. Jelenleg Magyarország egyik legnagyobb független spirituális szervezetének vezetője. Korábban az anyagi területen is sikereket ért el. Nincs még olyan ember Magyarországon, akinek vezetésével 4 különböző területen lett egy szervezet piacvezető. Vezetőnk több különleges médiumi képességekkel rendelkezik. Többek között a teremtőtől kap válaszokat, információkat. Küldetése, az aranykor létrehozása, az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni vezetőnket, Szedlacsik Miklós mesterkócst, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzést. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívna. Én is elnézést kérek itt a technika problémákkal kapcsolatban, hiszen most hirtelen 3 is lett. De áthidaltuk. Kezdjünk akkor hozzá. Mennyire vagytok elégedettek azzal, ami jelenleg van a világban? Semennyire? Jó világ felé haladunk éppen egyébként, úgyha jobban megnézem. Vajon mire számítanak az emberek? Tehát azt hiszik, hogy jó lesz? Csodára várnak? Jön Jézus. Ja, jön majd Jézus például. Hát de vajon a legtöbb ember itt, akit mondjuk ismertek, az mire számít a jövővel kapcsolatban? Minden a régibe. Aha, hogy visszaáll minden majd a régi kerékvágásba, nem? Tehát hiába már ugye a médiában is hallják, hogy nem fog visszaállni a régi kerékvágásba, de ők mégis valószínűleg azt gondolják, nem? Hogy minden szépen visszaáll.
Hát ugye nekik, ha jobban megnézzük, az lenne a jó, nem? Ha minden visszaállna. Mert eddig se tettek igazából semmit a világért, nem? És akkor ezután se kell tenni semmit a világért, nem? Hát ha jobban megnézzük, akkor az emberek kiért, miért tettek? Magukért, nem? Elsősorban. Meg családjukért, nem? Hát akinek volt, akinek még az se volt, még az se. Tehát ugye alapvetően önmagukért, ha megnézed, másodszorban a családjukért, és azt hiszik az emberek, hogy ennyi a világ, nem? Hogy teszünk magunkért, meg a családunkért. Nem? Nem ezt gondolják? Ja, persze, még van, aki tart, mit tudom én, növényeket, állatokat, nem? Vagy legalább egy állatot. És akkor azt gondolja, ó, hát ő még tesz az élő lényekért is, nem? És ez részben igaz is, mert arról is gondoskodik, nem? Mert van kertje, gondoskodik a növényekről, esetleg van állata vagy állatai, és akkor gondoskodik az állatokról. És akkor így azt mondja, hogy itt teljesen jó. Nem? Néhányan vannak még, ugye a nagy többségből néhány százalék, inkább úgy mondanám, még tartozik is valahova. Nyilván akkor tudunk valahova tartozni, az egy félreértés, ha valaki azt gondolja, hogy hát én Facebook tag vagyok, és akkor tartozok a Facebook közösségéhez. Igen, ám csak az egy virtuális közösség, ami azt jelenti, hogy te oda nem tartozol. Oda tartozol, akikkel rendszeresen találkozol. Tehát ha a barátaiddal rendszeresen találkozol, akkor azokhoz tartozol. Ha rendszeresen vagy a munkahelyeden, akkor a munkahelyedhez tartozol. Tehát akikkel rendszeresen találkozol, oda tartozol, egyébként akikkel nem találkozol, oda hogy akarsz tartozni? Hát oda nem tudsz tartozni. Ez logikus. Tehát, és akkor megnézzük, hogy tehát vannak olyan emberek, akik ugye ezt a négy területet is gyakorolják, nyilván ők minél több területet nézünk, annál kevesebb szám jön ki, hogy mind a négyet gyakorolják, nem? Tehát ugye a legtöbben a saját magukért élnek, kicsit kevesebben még élnek a családjukért is, még kevesebben élnek a, még azon kívül a mit tudom, élővilágért is valamilyen szinten, még kevesebben élnek valamilyen közösségért, tesznek valamilyen közösségért, és akkor ugye tovább mennénk, és akkor mi lesz az emberiséggel? Tehát ha az emberiség csak közösségekre bomlik, akkor az lesz, ami most van, hogy ellentétek. Tehát a közösségek ellentétben vannak egymással. Hát megnézitek a világban, láttatok már, vagy hallottatok-e már olyanról, hogy például vallások háborúznak egymással. Vagy országok háborúznak egymással. Hallottatok már ilyenről? Tehát ha megnézed, egy ország az egy valamilyen szintű közösség. Ha megnézed, a vallás az valamilyen szintű közösség. Tehát amikor az emberek csak közösségekre bomlanak, akkor a közösségeknek időnként támad nézeteltérése egymással, és az komoly konfliktusba csaphat át, ahol akár milliók vagy tízmilliók halhatnak bele. Amire ugye a legjobb példa a második világháború volt. Na most, és mi van a többi területtel? Hát a többi terület azt gondolják az emberek, hogy nem is létezik. Persze még van egy másik terület, amiért teszel. Hát az anyagi világ területéért teszel, tehát az anyagért is teszel. Tehát az emberek még ezért is valamilyen szinten tesznek. Mert birtokolnak. Tehát, hogyha a birtokodban lévő anyagi dolgokról gondoskodsz, akkor gyakorlatilag az anyagi dolgok világában is valamennyire részt veszel. Tehát akkor itt már megnézzük, vannak olyan emberek, akik öt területet is gyakorolnak. De az életünk az igazából, ha megnézzük, ebből a szempontból az nem öt terület. Tehát ugye az imént beszéltem arról, hogyha az emberek csak közösségekbe gondolkodnak, és kihagynak egy legfontosabb közösséget, ami egy egység, azt pedig úgy hívják, hogy emberiség,
Mert minden ember az emberiség része, nem? Nem így van? Vagy te úgy gondolod, hogy nem vagy az emberiség része? Hát dehogy nem, hát ember vagy, ezáltal az emberiség része vagy. Jó, és akkor kérdezem, az emberiségért mit teszel? Na főleg azokat kérdezem, akik nem, nincsenek itt köztünk. Mit teszel az emberiségért? Ja, hát tegyenek a politikusok, gondolod te, mi? Aha, és az emberiségért a politikusok eddig mit tettek? Mesélj már róla. Vagy most mit tesznek a politikusok az emberiségért? Most elérik azt, hogy rossz állapotban legyenek az emberek. Ezt kiválóan csinálják a politikusok. Nagyon jól elérték, hogy jócskán romlott az emberek hangulata az elmúlt másfél évben. Ehhez értenek, hogy kell ezt csinálni. Ezt csinálják már ugye az elmúlt 100 évben, folyamatosan csinálják, hogy elérik, hogy az emberek rossz állapotban legyenek, és azokat kikérik el, nakik, hát politikusok. Tehát ha megnézed, a politikusok az elmúlt 100 évben sokkal több bajt okoztak, mint akár a vallások. Hát gondold végig. Tehát a legtöbb háború a 20. századtól, 20. század elejétől már nem vallási háború volt, hanem gyakorlatilag a politikusok hozták létre. Nem vallási alapon, hanem politikai alapon. Tehát az mit jelent? Hogy nem vallási vezetők szólították az embereket háborúba, hanem a politikusok szólították háborúba. Az uralkodók, azok pedig politikusok. Az első világháborúban az uralkodók szólították harcba az embereket. A második világháborúban pedig az állami vezetők szólították háborúba az embereket, ha jobban megnézed. És ugye az uralkodók is, meg a politikusok, tehát az állami vezetők is, azok mind politikusok. De ugye megszüntették az első világháború után alapvetően az uralkodóknak a hatalmát, és átadták a politikusoknak, átadták az elnököknek, meg a miniszterelnököknek, oké? És a második világháborút már ők hozták létre. Nem király volt, mit tudom én, Hitler, hanem egy politikus. Churchill sem király volt, hanem egy politikus. És ha megnézed, ugye jó, Japánban még ugye a császár hozta létre a második világháborúban ugye a háborút, de ő volt a kivétel. Az összes többi, azt ha jobban megnézed, az itt politikus volt. Az amerikai elnök is politikus volt. Oké? Tehát az angol király már csak egy báb volt a második világháborúban gyakorlatilag. Szóval ezt most miért mondom? Hogy az emberek arra számítanak, hogy a politikusok majd megoldják az életüket? Ti ezt elhiszitek? Hát én erre nem tudnék csak csúnya szavakat mondani. Oké? Inkább akkor ezt nem mondom. Szóval lényeg az, hogy mondom, nézd meg az elmúlt 100 évben, mit oldottak meg a politikusok. Például azt megoldották a politikusok, hogy szétszették Magyarországot. Nem véletlenül a politikusok szedték szét Magyarországot ízekre? Csak úgy kérdezem. Te meg bízol a politikusokba. Hát olyan, majdnem kimondtam, mi vagy. De inkább nem mondom ki. És nézd meg, az emberek ezt csinálják. Tehát ha te nem teszel magadért, érted, ki fog tenni? Hát ha jobban megnézed, ma hogy működik ez a dolog? Úgy működik, hogy az emberek befizetik az adót, nem? Most már a járulékuk is adók, tehát teljesen mindegy. Tehát most azt lehet mondani, hogy adó, van egy csomóféle adó, amit az emberek fizetnek, nem? Ez befolyik. És ebből te mit kapsz?
jó, ha nyugdíjas vagy, akkor kapsz. Érted? Ha éppen segélyen vagy, akkor kapsz. Ha itt beteg vagy, már nem biztos. Az elmúlt másfél évben már az se biztos, hogyha beteg vagy, akkor kapsz visszatérítést, mármint úgy értve, hogy segítenek meggyógyulni. Az se biztos. Mit kapsz? Hova folyik be az a bevétel? Illetve hova folyik tovább? Mert befolyik az államnak, de hova folyik? Hova lesz? Érted? Hova? Hát megnézed, hát ugye lehet rá pályázni, nem? Tehát ma mindenért pályázni kell, és általában a pályázatokat kik nyerik meg? Hát vagy a csókosok, vagy a gazdagok, nem? De a gazdagok azok valószínűleg csókosok is egyben, nem? Tehát magyarul, amit mi adóba befizetünk, az egyesek pályázatok útján, törvényes pályázatok útján zsebre rakják. Vagy nem így van? Tehát azon kívül, hogy nyugdíj, azon kívül, hogy segély, meg némi nemű. Hát a segély a családi pótlék, meg némi nemű ugye egészségügyi ellátás, némi nemű. De amit ugye próbálnak most már beterelni az embereket magán egészségügybe, tehát az állami egészségügyből, tehát gyakorlatilag megnézed, te az államtól mit kapsz, ha nem vagy nyugdíjas, mit kapsz, ha nem vagy segélyen, mit kapsz? Rossz hangulatot. Azon kívül mit kapsz? Mit? Tehát egy átlag ember az államtól, az átlag ember az nem nyugdíjas, meg nem segélyen van. Oké? Az átlag ember mit kap? Az államtól. Hm? Mit? Semmit, nem? Szó szerint gondold végig, semmit. Befizetsz. Azt mondja, hogy körülbelül egy évben átlagemberként befizetsz kb. 2 millió forintot az államnak. Ezt jó, ha tudod. Tehát 2 millió forintot átlagemberként befizetsz az államnak, körülbelül annyit, amennyit keresel. Világos ez? Körülbelül egy átlagember ma éves szinten 2 millió forintot keres nettóban. Tehát nettóban. Egy év alatt. Oké? Tehát ezt úgy hívják, hogy átlagkereset. Jó? Na most. Az azt jelenti, hogy a te nettod után, te és a munkaadód körülbelül 2 millió forintot befizettek az államnak. És akkor még áfát nem számoltam. Tehát áfa nyista. Tehát ami azt jelenti, hogy te ebből a 2 millió forintból, amiből gazdálkodsz, élből ugye 20, mennyi visszafelé? 1%? 21%? 21,26. Hát jó, akkor jó, mondtam így fejből, hogy körülbelül 21. Annak a 21%-át, ugye mert az áfa az egy összegre rámegy, de itt most levonjuk belőle, tehát magyarul 127 forintból, ugye 100 forintod lesz, mert 27 forintot befizetsz belőle áfának, tehát ha ezt visszaszámolod, akkor ez 21,26, mindegy. Tehát magyarul durván 21%-ot élből szinte minden után be kell fizetned. Jó, van ami után kevesebbet, meg egyes szolgáltatások után nulla áfa van. Jó, de a legtöbb, amit vásárolsz, amit kifizetsz, az után a legtöbb dolog után van 27% áfa, ami azt jelenti, hogy visszafelé 21%. Tehát magyarul a 2 millió forintodból marad tisztán, amit ugye az áfa levonások után nézzük, marad mondjuk 1,85, tehát magyarul 1.850.000-et, mert körülbelül 150 ezret még, nem, bocsánat, dehogy is, nem, 300, mínusz 300, igen, mert ugye 2 millió után a 20%, tehát
nyilván most kevesebb, mint 20%-ot számoltam, gondold végig, mert ugye van, ami után kevesebb áfát fizetsz, mint 20%. Tehát ezért durván a 2 millió után még 300.000 forintot befizetsz áfaként, érted? Tehát magyarul marad neked 1,7 millió forintot, tehát magyarul, amit tényleg föl tudsz használni magadra, 1,7 millió, úgyhogy az államnak befizettél, te meg a munkaadód, meg az áfa 2,3 millió forintot. Kérdezem én, a 2,3 millió forintért mi a büdös francot kapsz? Világos ez? Mondom, ha nyugdíjas vagy, vagy itt segélyen vagy, más kérdés. Oké? Az egy más kérdés, mert akkor kapsz. De ha nem az vagy, akkor mit kapsz érte? Mit? Tehát ez befolyik, és utána újraelosztás van. És az újraelosztás, az pályázatok útján történik. Tehát például van olyan pályázat, hogy kapsz állami támogatást arra, hogyha mondjuk napelemeket szerelsz föl a családi házadra, de akkor, ha van kiskorú gyereked. Ha nincs kiskorú gyereked, akkor nem kapsz, hiába pályázol. Érted? Tehát lényeg az, hogy ráadásul ugye ezek a pályázati összegek olyanok, hogy elfogynak. Tehát nem az összes ember, aki jogosult lenne rá, tud pályázni, de hogy is. Nincs olyan, hanem van egy keret, akinek jut, jut, akinek nem jut, nem jut. És ezáltal nyilván, amikor a pályázati elbírálások vannak, akkor természetesen más szempontokat is figyelembe vehetnek, például a politikai beállítottságodat. Oké? Tehát, hogyha te jól tudod nyalni a Fideszt, oké, akkor te hamarabb fogsz kapni a pályázatból. Ez van. Nehogy valaki azt gondolja, hogy nem így van. Ez pont így van. Na most szerinted mi a fészkes fenének akarnak tudni rólad mindent? Még azt is, hogy hogyan gondolkodsz. Honnan tudják, hogy te hogyan gondolkodsz? Erre kiváló lehetőség a közösségi portál. A közösségi portálokon pontosan megfigyelhető te, hogy hogyan gondolkodsz. Gondold végig, nézel a Google-ban mondjuk egy terméket, amit szeretnél megvásárolni. És 5 perc múlva már, ha fölmész a Facebookra, már földob a Facebook olyan reklámokat neked. Érted? Amilyeneket nézegettél, ahhoz kapcsolódó reklámokat. Tehát nehogy azt mondd, hogy nem tudják, hogy te hogyan gondolkozol. Tehát abból, hogy te mit szólsz hozzá, például a hozzászólásokból mondjuk, ugye van egy csomó olyan politikai hozzászólásokból, az simán meg tudják mondani azt, hogy te most Fidesz párti vagy, vagy valamilyen ellenzéki. Mondjuk Fidesz ellenes. És nyilvánvaló, hogyha Fidesz ellenes vagy, és pályázni szeretnél, akkor ők tudják, hogy te mindig mostanában a Fidesz ellen szóltál. Akkor tudod, milyen, mit kapsz a pályázatból? Eszli. Érted? Szóval lényeg az, hogy hát egy olyan világban élünk, ahol ilyen
újraosztás van. És bizonyos emberek részesednek belőle, akik a hatalmat támogatják teljes egészében, oké? Azok részesednek belőle. Akik meg nem támogatják, akár úgy nem támogatják, hogy nincsenek ellene, de nem támogatják, azok meg nézhetnek a lukon kifele a szemükön. Érted? Ennyi. Ennyi. Hát akik meg esetleg ellene vannak, az meg biztos, hogy ezt kap. Bármiből is. Jó? Tehát érdekes világot élünk. Lehet, hogy nem látjátok át így, de kicsit elgondolkozza rajta, pont így van. Tehát ha azt gondolod, hogy ezek a számok nem stimmelnek, amit mondtam, akkor nézz utána, jó? Tehát most egy átlag ember Magyarországon, még egyszer mondom, nettó 2 milliót kap. Abból befizet kb. 300 ezer áfát még, és befizetett a munkaadója és önmaga a nettó bére után az államnak még körülbelül ugyanennyit, 2 milliót. Tehát magyarul befolyt az államnak 2 millió 300 ezer, te meg gazdálkodhatsz ténylegesen 1 millió 7-ben. Oké? De akkor még nem számoltam olyat, hogy jövedékiadó. Az üzemanyag után, meg az egyéb dolgok után, ilyeneket nem számoltam. Akkor nem számoltam olyan adót például, hogy ingatlan adó, ahol van. Nem számoltam esetleg olyat, hogy súlyadó az autó után, meg stb. Stb. Ezeket nem számoltam. Érted? Ez nincs. Tehát ez még nem volt benne, ez még mind csökkenti az 1 millió hetedet. Érted? Amivel gazdálkodhatsz éves szinte. Mert az összes, ami még csökkenti, az mind szépen folyik be az államnak. Világos ez? Tehát, hogyha így jobban megnézzük, még simán lehet számolni még egy 100 ezer forintot, amit még így adóba minimum befizetsz. Érted? Tehát az azt jelenti, hogy gyakorlatilag te gazdálkozz ténylegesen 1,6 milliárd millióval, az államnak meg befolyt 2,4 millió. Tök jó buli. Nem neked, az államnak. Oké? Hát mit gondoltok, miért akarnak politikusok lenni sokan? Miért akarnak politikusok lenni? Hát mert az újrafelosztást ők intézik. Érted? És akkor a politikusok intézik, nyilván a vezető politikusok intézik az újrafelosztást. És az azt jelenti, hogy az újrafelosztásnál ők állnak a sor élén. Érthető ez? Tehát magyarul az ő cégük, meg az ő strómanuk, meg az ő satöbbiük kapnak, részesednek a pályázatokból. Világos ez? Hát most már úgy lehet csinálni egy nagyobb munkát is, hogy meg kell pályázni. Mit tudom én, mondjuk van egy autópályaépítés, és meg kell pályázni. És általában kik nyerik meg az autópályaépítést? Na kik? Hát akik legközelebb vannak a tűzhöz. Világos ez? Tehát ugye aki legközelebb áll a tűzhöz, az melegszik a legjobban, ugye van egy ilyen mondás. Gondoljátok végig. Gyönyörű, szuper jó világban élünk. Szuper jó világ. Na, tehát magyarul bízd rá csak nyugodtan az életedet a politikusokra. Bízd rá, és meglátod, hova jutsz. Hát vagy ugye, ha megnézzük, mit csinálnak azok az emberek, akik ugye az újrafelosztásnál, tehát befolynak az adók, és utána az újrafelosztásnál az élén állnak a sorban. Mit csinálnak? Tehát ugye a törvény ezt támogatja, tehát azt, hogy így működjön ez, hogy pályázatok útján jusson vissza a pénz. Tehát ugye tudjátok, hogy azért nem ennyire egyszerű, mert ugye úgy működik, hogy a pénzek jó része befolyik az EU-ba, az adók nagyon nagy része befolyik az EU-ba, és az EU oszt vissza Magyarországnak,
és meg van határozva, hogy nekünk is arra pályázni kell, arra a visszaosztásra, nekünk az országba pályázni kell, és arra adják vissza a pénzt, érted? Amire pályáztunk. Világos ez? Tehát ha például mondjuk van egy olyan pályázati kiírása az EU-nak, hogyha mondjuk Magyarországon netántán bogárakat akarnak etetni a magyarokkal éttermekben, akkor erre pályázhatnak a magyarok. Érted? És ha olyan cégek pályáznak arra a pénzre azon belül, érted, akik bogár etető üzletláncot hozná, vagy nem bogár, bogarat etető üzletláncot hoznak létre, tehát hogy magyarul az emberek bogarat egyenek, akkor ők részesednek ebből a pályázati pénzből. Világos? Ez csak most mondtam, de ez most nem mese, amit most elmondtam. Ez egy pályázati lehetőség volt, amivel élhettek a magyarok. Oké? Okay? Szóval lényeg az, hát most gondold végig. Például pályázni lehet bicikli utak készítésére. Ezért a bicikliutak már fantasztikusak, csak lassan az utakon nem lehet közlekedni autóval. Érted? Mert Magyarországon biztos, hogy a biciklisek többen vannak, mint az autósok. Hát nem, nincsenek többen. Közel sincs annyi biciklis, mint ahány autós van. És most én csak az autó vezetőkről beszéltem. Érted? És magáról az egyes autó számról beszéltem. Hát megnézzük ugye a családokban, amiket használnak autók, 1, 2, 3, 4 autó is lehet, hogy van egy családban, érted? Attól függ, mekkora a család. De annyi bicikli nem biztos, hogy van, ami használatban van. Tehát hol látsz az utakon annyi biciklistát, mint a hány autó? Hol? És vajon ha mondjuk lennének is annyi biciklista, mint a hány autó, akkor is vajon melyik tud elvinni több embert? A bicikli? Vagy az autó? Hát az autóba be tudnak ülni 4-5-en. Hát egy biciklire meg ritkán ülnek 2-en. Nem? Tehát ha megnézed, gyakorlatilag csupa az országnak csupa olyan pályázata van az EU felé, csupa olyan pályázata, amiből a lakosság, muszáj ezt mutatnom, ezt részesedik. Érted? Mert avval neked biztos jobb lesz az életszínvonalad, hogy frankó bicikli utakon tudsz közlekedni. Attól biztos magasabb lesz az életszínvonalad. Hát ennyivel se lesz magasabb. Oké? Okay? Jó, tehát mondom, az EU semmire nem pályáztat olyanra, ami a lakosságot szolgálja. Bár van itt ez a napelem kérdés. Az azt jelenti, hogy a lakosság egy szűk rétegét. Érted? Mert mi van azokkal, akik nem családi házban laknak, hanem lakásban? Hát azok ezt kapnak. Érted? Szóval, ha jobban megnézed az egészet, nyugodtan bízzál a politikusokban. Ilyen frankon működnek. És nem csak a mostaniak. A politikusok sosem működtek frankon. Sosem. Itt élsz Magyarországon, vagy bárhol a világban, de úgy mondjál véleményt, ha ott születtél. Jó? Tehát úgy mondjál bárhol véleményt, ha abban az országban születtél. Tehát ha csak egy
bevándorló vagy abba az országba, akkor nem mondj véleményt. Jó? Mert azok tudnak véleményt mondani, akik ott születtek, ott nevelkedtek, ott tanultak, stb. Stb. Mondj már egy politikust, amely a népé volt itt Magyarországon, népért volt itt Magyarországon. Mondj már egyet is. Csak egyet mondjál. Na most ne évszázadokra menjünk vissza, mondjuk, menjünk vissza első világháborúig. A első világháború kezdetéig. Menjünk vissza. Vagy akár a múlt század elejéig menjünk vissza. Mondj egy politikus, amely Magyarországért volt. Nem tudsz. Érted? Egyszerűen nem tudsz. Tehát voltak olyanok, bizonyos ideig valameddig jól működött, aztán utána mégse. Ez kiderült, hogy összességében szar az egész. Érted? Miért nem így van? Hát mondhatnád, mit tudom én, a szocializmus, értél? Ó, Kádár. Aha, hát ő egy bábú volt. Neki az volt a feladata, hogy itt csináljon egy kirakat országot. Egy legvidámabb barakot. Ő ezt teljesítette is. Tehát nem NDK volt a kirakat ország, hanem Magyarország. Oké? És ha azt mondták volna az oroszok, hogy nem ezt csinálhatod, hanem úgy működhetsz, mint mondjuk Ceausescu, akkor úgy működött volna. Érted? Tehát ő egy bábú volt. Gyakorlatilag. Egy nagyobb politikai hatalom, egy kisebb ország bábja. Érted? Ennyi. Hát most is ez van. Hát ha megnézzük, mondhatnád, hogy kinek a bábjai vagyunk, a németeknek. De a németeknek kinek a bábja? Az amerikaiak. Hát akkor gyakorlatilag kézen közen mi is az amerikaiaknak a bábjai vagyunk. Ennyi. Tehát ez olyan, mint ugye vannak az országok vezetői, mondjuk egy saktáblához lehetne hasonlítani, és ott vannak a bábuk. És a vezetők, tehát nem a saktáblán a bábuk maguktól nem mennek. Érted? Maguktól a saktáblán a bábuk ott állnak. És a jó Istennek sem megy magától egyik se. Az oda kell ülni két embernek, nem? És meghatározott módon tologatni azokat a bábukat. Érted? Na hát a politikusok azok a figurák a saktáblán. Világos ez? Egy az egybe. És ha jobban megnézed, ha nézel egy sakkjátszmát, és nézed a sakktáblát, akkor elsősorban nem a két játékosnak a kezét látod, hanem a figurákat, az álló figurákat a táblán, amihez néha oda nyúl ugye a játékos, és tolra rajta egyet azon a bábon. De ha mondom, a saktáblát nézed, akkor elsősorban a figurákat látod, és nem a játékosokat. Most is ez van. Nézed a saktáblát, nézed a politikusokat, azok a figurák a saktáblán. Érted? De azt ritkán látod, hogy kik mozgatják őket. Érted? Tehát a kamera az csak a saktáblára van beállítva. Világos ez? Tehát de ez nem, mondom, nem csak ez a világ. Hát egy ilyen világban élünk 100 éve. Sőt, 120. Érted? 120 éve. Ilyen világban. Tehát ha most azt gondolnád, hogy régen nem volt háttérhatalom, de hogy nem ugyanúgy volt. Nagyon régen nem volt, érted? Nagyon régen. Tehát onnantól, hogy mióta létezik olyan, hogy Rothschild család, és mióta a Rothschild család
a napóleoni háborúban elkezdett gazdagodni, érted? Az mikor volt? Az 1800-as évek elején, érted? Onnantól nyílt az, hogy a politikai vezetők mögött vannak olyan játékosok, érted? Akik a sakkfigurákat húzogatják. És akkor ezeket a sakkfigurák húzogatóikat úgy hívják, hogy mit tudom én, Rothschild család, vagy Rockefeller család, vagy úgy hívják, hogy mit tudom én, Morgan család, vagy úgy hívják, hogy Habsburg család, azt hiszed már nincs, hogy ne lenne? Vagy úgy hívják, hogy Romanov család, azt hitted, hogy nincs, közben van. Vagy úgy hívják, hogy ugye Windsor család, stb. Stb. Tehát vannak. Vagy Warburg család, vannak. Azt gondolod, hogy nincsenek. A nagy tévedésben ez. Vannak. Ők a nagy játékosok. Érted? És sok esetben tényleg szemben állnak egymással. Sok esetben tényleg az van, hogy az egyik van a fehér bábúval, a másik meg a feketével. Azt csatáznak. Ebből lett az első meg a második világháború. Meg nem csak az, hanem ebből volt a hidegháborútól kezdve minden. Oké? Van, mikor megegyeznek, mikor nagyon úgy kívánja az érdekük, de a többségében, ebben a 200 évben nem voltak megegyezésben. Tehát a többségében ebben a 200 évben nem voltak megegyezésben ezek a családok. És akkor szépen felosztották maguknak, ez a 13 család, felosztották maguk közt a világot. Tényleg. Például ugye azt hiszed, hogy Oroszország az Putyiné. Nem. Oroszország mögött, Putyin mögött, nem Oroszország mögött, Putyin mögött a Romanovok vannak. És Romanovok is voltak. Csak ugye mikor a Lenin hatalomra került, akkor a Rothschildoké lett a szovjet, illetve Oroszország és a Szovjetunió. Az a Rothschildok élet. Az USA, Észak-Amerika az egy az egybe Rockefeller. Tehát szépen föl van osztva a világ. Úgyhogy azt gondolod, hogy majd a politikusok megoldják az életedet. Tehát akkora, olyan naív vagy, hogy valami hihetetlen. Nem tudják megoldani a politikusok. Ők a saját életüket megoldják. Miért nem követed a politikusok példáját? A politikusok megoldják a saját életüket. És te? És a te életedet ki fogja megoldani? Pedig ebben jó minták a politikusok, hogy milyen frankon meg tudják oldani a saját életüket. És a te életeddel mi lesz? Ugye beszéltem arról az elején, hogy vannak olyan emberek, akik egy területtel, ugye saját magukkal foglalkoznak csak, vannak akik kettővel, a családjukkal is, vannak akik ugye hárommal, az élővilággal is, vannak akik négyel, az anyaggal is, vannak akik még valami közösség tagja is, ez már ugye öt, de még van három terület. Ugye az imént említettem, és mi lesz az emberiséggel? Tehát ez úgy működik, hogy ha megnézed, a politikusok azzal foglalkoznak, hogy maguk és a családjuk az jól boldoguljon. A többi az gyakorlatilag csak látszat. Az csak látszat. Na most az a baj ezzel a szemlélettel, hogyha az emberek csak magukkal és a családjukkal foglalkoznak, hogy ez oda jut,
oktatja az embereket, hogy a családok közt legyenek ellentétek, és oda juttatja továbbiakban, hogy az egyének közt legyenek ellentétek, tehát a családon belül lévő egyénekhez, egyének közt legyenek ellentétek. Tehát ugyanúgy, mint ahogy mondtam, ha csak közösségek vannak, és a közösségek nem egy nagy egész része, akkor ellentétek keletkeznek. Ugyanúgy, ha a család nem egy közösség része, érted? Akkor ellentétek lesznek a családban. Miért? Mert más lesz a nézőpontjuk, érted? Tehát még egyszer, hogy értsétek, mindenki értse, ez nagyon fontos. Tehát a közösségek, ha nem érzik azt, hogy ők ugyanúgy az emberiség része, tehát egy cél érdekében tevékenykednek, érted? Akkor a közösségek közt ellentétek lesznek. Ha a családok nem egy közösséghez tartoznak, akkor a családok közt lesz ellentét. Ha egy család nem ugyanazt képviseli, érted? Akkor köztük lesznek ellentétek. Ez egy természetes dolog. Tehát ez azt jelenti, hogy az egyénnek a családon belül, tehát egy családnak azonos célokat kell követni. De ha nem követnek más családokkal azonos célokat, akkor a családok közt lesz ellentét. Akkor menjünk vissza, hogy jobban értsétek. Tehát ezért a családoknak is benne kell lenni egy közösségben, hogy ne legyen köztük ellentét. De még mindig jön, ha a közösségek külön-külön, amiben benne vannak a családok, érted? Más célt képviselnek, akkor maguknak a közösségeknek lesz egymással szemben ellentétük. Világos ez? És a közösség az kiterjed bármilyen közösségre egészen a fajunkig. Tehát a fehér emberig. Hányszor láttál már faji háborút? Tehát ahol a fehérek meg mondjuk a feketék háborúztak. Vagy valami más, vagy a fehérek és a részbőrűek háborúztak. Stb. Stb. Érted? Vagy a fehérek és az arabok háborúztak. Vagy az arabok és a feketék háborúztak. Mindegy. Érted? Tehát a közösség az a saját fajunk is. És ha a közösségeknek, mindegy, hogy kisebb vagy nagyobb közösség, közösség egy nemzet is, de egy másik nemzettel nem egy célt képviselnek, ellentéteik lesznek. Világos ez? Tehát akkor tud béke lenni, és szűnnek meg az ellentétek, ha van egy cél. Tehát ami azt jelenti, hogy ha nem teszünk emberek azért, hogy legyen egy közös célunk, az emberiséggel kapcsolatos közös célunk, akkor addig ezen a földön nem lesz béke. Világos ez? És most már érted, hogy miért nem lesz béke? Nem tud, mert más a nézőpontjuk. Érted? Más a céljuk. És a célok keresztezik egymást, és mikor kereszteződésben találkoznak, összeütköznek. Világos ez? De ha egy a cél, akkor nincs keresztezés, akkor párhuzamosság van. Érted? Mert egyfelé haladunk. Világos ez? Mi a dolgunk az emberiség? Mi lenne a dolga az emberiségnek? Mi lenne a közös cél? Mi lenne a közös cél? Mondj azon kívül, amit itt tudsz, hogy van egy közös cél.
milyen közös cél tudná mondani még az emberiségnek azon kívül? Gondolkozz. Törheted hetekig a fejedet, nem fogsz találni. Világos ez? Nem véletlenül nem találtak ezer éveken keresztül. Világos? És ezer éveken keresztül háborúznak egymással az emberek. Két ember nem lesz sokáig konfliktusban, akinek azonos a célja. Ilyen egyszerűen működik. Két család nem lesz sokáig haragba egymással, ha azonos a céljuk. Világos ez? Népek nem lesznek sokáig egymással szembe, ha azonos a céljuk. Fajok nem lesznek sokáig egymással szembe, ha azonos a céljuk. Értsd meg! Nincs más! Mit akarsz ezen a bolygón? Békét vagy háborúságot? Hát most már akarják összeugrasztani a oltottakat a nem oltottakkal. Próbálkoztak azzal, hogy vallás, nem annyira jött be, bejött valamennyire, de nem annyira. Hogy a családokban a vallások miatt, a különböző vallások miatt ugrasszák össze őket. Vagy próbálkoztak azzal, hogy különböző politikai nézet, érted, a családon belül. Hogy úgy összeugrasztani az embereket, az se nagyon működött. Hát most próbálják azt, hogy oltott vagy nem oltott nézőpontból ugrasszuk össze őket. Mert nem így van? Nehogy azt mondta, hogy nem így van. És ez a normális út szerinted? Ez a normális út? Hát melyik a jobb neked? Hogyha békességben élsz, vagy ha nem? Melyik a jobb? Hát gondolkozz már! Hol láttál olyat, hogy a tömegek békétlenségbe haladtak volna előre? Hol láttál ilyet? Te azt láttad, hogy a háborúkban haladnak előre? Hát háborúkban romboltak le mindent. Persze, voltak személyek, akik meggazdagodtak a háború. Például a fegyvergyártók. Azok piszkosul meggazdagodtak. Meg azok, akik ide is szállítottak üzemanyagotnak való olajat, meg oda is szállítottak üzemanyagnak való olajat. Érted? Azok biztos, hogy meggazdagodtak. Meg utána azok, akik azt mondták, hogy na, adunk hitelt, hogy helyrehozzátok magatokat. Azok is meggazdagodtak. Mert ugye ugyanarról van szó, hogy akik leromboltatták a világot, ugyanazok hitelezték meg azokat, az országokat, hogy gyarapodjanak, hogy újítsák föl magukat. Hitelből természetesen. Persze segélyek is néha voltak. De az is milyen célból? Ugyanebből a célból. Hát gyakorlatilag tudsz mondani egy országot, aki nincs eladósodva a világon. Tehát ugye nem tudom, tudjátok-e, hogy Ceausescu-nak miért kellett menni. Tehát miért kellett a titkosszolgálat, külföldi titkosszolgálatoknak elérni azt, hogy föllázadjon a nép Ceausescu ellen. Mert Ceausescu elérte, hogy lenullázta az adósságát az országnak. Lenullázta. És ezt nem tűrhette a banki háttérhatalom. Érted? Nem tűrhette. Jó, persze, ezáltal lenullázta az adósságát az országnak, ez nem volt könnyű a népnek. Nyilvánvaló. Nekünk is azt mondanánk, jó, 5 éven belül fizessük vissza az összes adósságunkat. Tudod, milyen életszínvonalad lenne? Belegebednénk. Érted?
ilyen egyszerű. És minden ország, kettő ország volt, amelyik nem volt eladósodva, most már csak egy van. Irán volt és Észak-Korea. Érted? Most már csak Észak-Korea, amelyik nincs eladósodva. A többi az el van. És melyik van a legjobban eladósodva egyfőre? Na vajon melyik? Amelyikre nem is gondolna az ember. Úgy hívják, hogy Amerikai Egyesült Államok. Az egyfőre, tehát a lakosság egyfőre eső eladósodtság, eladósodtsága ott a legmagasabb. Érted? Ők a listavezető. Hát azért mi se vallunk szégyen. Nehogy azt higgyük. Jó, szóval gondold végig. Egy olyan világban élünk, ahol nem arról szól a történet, hogy te boldogulj. Sőt, elérték azt is, hogy te elhidd magadról, hogy te nem vagy képes boldogulni. Tényleg. Na mivel? Mivel érték el? A kiváló oktatási rendszerükkel. Mondok rá példát, jó? Indiában nem olyan rég vezették be a kötelező oktatást. Indiában nem volt kötelező az oktatás. És addig, míg nem volt kötelező az oktatás, addig a gyerekek maradtak otthon. Ahogy fölnettek, maradtak otthon. És vitték tovább a családi gazdaságot. És bevezették a kötelező oktatást, és azóta nem akarnak otthon maradni. A családi gazdaságokból felnőtt gyerekek, hanem be akarnak menni a városokba. Ott hagyják szarba a szüleiket. Érted? És azóta, mióta kötelező oktatás van Indiában. Mert az azt jelenti, hogy ha megnézed, visszaemlékszel, miről szól a kötelező oktatás? Úgy, ahogy van tokkal vonóval. Elérni azt, hogy te egy jó alkalmazott legyél. Milyen a jó alkalmazott? Igenis, főnök! Mit kell? Normam, hol? Mellett? Érted? Éppen kiét? Miért? Nem erről szól? Az alkalmazott élet. Ne hagyd már, hogy nem erről szól. Minél jobban tudsz nyalni, annál hamarabb a fizetésemelést. Nem. Nem az számít, hogy minél jobban teljesítesz. De hogy számít az, hogy minél jobban teljesítesz. Az számít, minél jobban nyalsz. És ezt hol tanulták meg az emberek? Nem véletlenül a kötelező iskolákban. Tehát kezdetben emlékezz vissza, 12 év volt a kötelező, tehát 12 évig volt kötelező oktatás, majd ugye 14 évig, majd fölemelték 16 évre, nem tudom most már mennyi, lehet, hogy 18, lehet, hogy még 16, nem tudom, fölemelték, érted? Tehát, hogy minél tovább tanulj valaki, megnézed, minél tovább tanul valaki az állami iskola rendszerben, vagy az állam által ellenőrzött iskola rendszerben, annál inkább elveszik a józan paraszti eszét. Vagy nem? Hát például a beoltottság, a magasan iskolázottságok emberek között nagyobb százalékú, mint az jóval, mint az alacsony iskolai végzettségűeknél. Mert mit mondanak az alacsony iskolai végzettségűek? Tudod, mit mondanak? Ki tudja, mi van abba? A magas iskolai végzettségűnek eszébe sem jut ezt mondani.
eszébe se jut ezt mondani. Szóval a lényeg az, hogy elérték az iskola rendszerrel, főleg én egyszerűen nem értem, mikor olyanokat hallok, például most reklámba nyomják már hetek óta, hogy már alig a gyerekek vannak a reklám, alig várjuk már, hogy iskolába kerül, mehessünk, érted? Már a gyerekek alig várják, hogy iskolába mehessen. Én úgy utáltam iskolába menni, mint a rosszabb, érted? Elérik már azt is a gyerekeknél, szegény szerencsétleneknél, hogy szeressenek iskolába járni, érted? Figyeld meg, mindig úgy van, hogy mikor valaki cseperedik az óvodában, akkor egyre jobban vágyik arra, hogy mehessen iskolába. Én tudod, miért vágyottam rá? Mert hála Istennek ott már nem kellett aludni. Mert az óvodába kellett. És én azt úgy utáltam, hogy ott két órán keresztül nem tettem semmit. Ezért ugye kénytelenek voltak a óvónő külön fektetni a többiektől, mert ezt a két órát én nem bírtam ki. Tehát tényleg emlékszem, hogy az óvodai, mit tudom én hány évem alatt egyetlen egyszer aludtam. És sose aludtam délután. Soha. Mondom, csak egyetlen egyszer. És örültem, hogy végre mehetek iskolába. Na, de pár hónap alatt meg is utáltam az iskolát. Az jó volt, hogy nem kellett aludni délután. De az, hogy én még hazamentem, és utána még tanulnom kellett, mikor azt láttam, hogy a szüleimnek a alkalmazotti munka után nem kellett otthon avval foglalkozni, amit a munkahelyüken csináltak, érted? Hát ez itt számomra egy nonsensz volt. Tényleg nonsensz volt, hogy egy gyerek hazamegy, és nem csinálhatja azt, amit egy gyereknek csinálni kellene, hanem neki még tanulnia kell, érted? A szülő leteszi a lantot, az ott, érted? Mert ugye akkor még nem nagyon voltak vállalkozások a 60-as években, mikor én az iskolát kezdtem, ugye 68-ban kezdtem az iskolát, még vállalkozások nem nagyon voltak, csak alkalmazotti lét. És nézd meg, főleg felső tagozatban, mert többet foglalkoztál az iskolai tanulmányaiddal, mint egy munkás a munkahelyével, érted? Hát nonsensz volt. Középiskoláról ne is beszéljünk. Hát nonsensz. És akkor próbálták elhitetni velem, hogy ez a munkám, hogy én tanuljak. Dehogyis. Dehogyis a munkám. Persze voltak olyan tantárgyak, amit szerettem. Ami érdekelt. De ami nem érdekelt, és nem tudom, te mennyire figyelted meg, hogy az is számított, hogy milyen volt a tanár. Mennyire tudta azt a tantárgyat megszerettetni veled. Ha jó volt a tanár, és meg tudta veled szerettetni, akkor ott az nem volt nyűg. De ha nem volt jó a tanár, és nem tudta veled megszerettetni, akkor szerintem nyűgös volt, mint nálam legalább így volt, legalábbis. Tehát elérték az iskola rendszerünkkel, jó? Erre találták ki a kötelező iskola rendszert. Tehát nem arra találták ki, hogy ne legyél írástudatlan, jó? Mert ahhoz elég lenne kettő év. Két év iskola elég lenne arra, hogy ne legyél írástudatlan. Akkor mi a francnak nyolc év? Érted? Minek? Ja, mert azt mondják, alapműveltség. Aha. Hát én azt látom, hogy voltak, akik régebben, ugye csak pár elemit vé, akkor még úgy hívták, hogy elemi. Például az én nagyszüleim, azok max pár évet tanultak. De nem voltak bunkóbbak, mint a mai emberek. Hoppá! Hoppá! Tehát én úgy gondolnám, hogy az alapműveltség az a bunkóság kérdése, nem? Hogy ki mennyire bunkó vagy nem bunkó.
És én nem láttam, hogy a nagyszüleim bunkóbbak lettek volna, mint most. Sőt, nagymamám olyan volt, aki ugye 2000-ben, 94-ben meghalt, tehát magyarul 1906-os születésű volt, olyan volt, hogyha látott az utcán egy szemetet, fölvette és elvitte a szemetesbe és bedobta. Érted? Na most láss ilyet egy most agyoniskolázott embernél. Na, hol látsz ilyet? Budapesti volt, nem vidéki, budapesti lakos. És tőzsgyökeres budapesti lakos volt. Oké? Tehát ő Budapesten is született. Szóval ennyit az iskolarendszeredről. De nem ez a lényeg, hanem az, hogy az iskolarendszered elérte azt, hogy elhidd magadról, hogy te semmire nem vagy jó, csak egy alkalmazottnak. Világos ez? Na ez a fő probléma, tudod? Hogy te azt hiszed magadról, hogy semmire nem vagy jó, csak egy alkalmazottnak. Na ez a probléma. És akkor megnéznéd, visszamennél egy kicsit a családfádon, vajon mit csináltak a fiatal vagy a dédszüleid, ha idősebb vagy, akkor a nagyszüleid mit csináltak, és rájönnél, hogy valószínűleg mind a kettő vonalon, ugye az apai meg az anyai vonalon, a szülők, nagyszülők, azok gazdálkodtak. Például az én anyai vonalom. Kisbirtokos volt, tehát ilyen 21 holdjuk, vagy igen, holdjuk volt, 21, vagy hektár, mit tudom én, hold vagy hektár, nem ugyanaz, de mindegy, annyi volt. Érted? Azt hiszem hektár. De akkor még hold volt. Igen, akkor 21 holdon gazdálkodtak. A másik, az apai vonalon, meg a nagypapa, a Schuster volt. Nem alkalmazottként, hanem volt saját kis cipőboltja. Érted? Ahol javította is a cipőket, elsősorban javította a cipőket, másodsorban, mikor volt ideje, akkor cipőket is készített. Ez volt. És ha te is megnéznéd, akkor rájönnél, hogy kevés az olyan ember, akinek legalább az egyik szüleje az nem gazdálkodó volt. Vagyis nagyszüleje, tehát a vonal. Érted? Mert azt mondja, mit tudom, hogy ah, hát nekem mind a két szülem az tanár volt, meg még az ő szüleik is. Aha, de meddig? Akkor menjünk még egy kicsit mélyebbre, és akkor rájössz, hogy gazdálkodtak. Oké. Okay. Na most, mikor kezdtem én? Be kéne fejezni. Ja, már nagyon belemerülök ebbe a témába, de kellene fejezni. Szóval, ott tartottam röviden még, hogy az a legfőbb probléma, azt érts meg, hogy elérték nálad, hogy azt higgyed magadról, hogy te csak annyira vagy jó, hogy alkalmazott. Jó? Márpedig ez nem így van. Nézzük meg, hogy miért nem gyorsan. Mert van az emberiségnek egy közös célja. Bekerülni az aranykorba. És ha az emberek képviselnék azt, hogy ők szeretnének bekerülni az aranykorba, nagyon sokan azt gondolják ezzel a gondolattal, hogy az aranykorba bekerül. Mi a lényeg az aranykornak? Elnyomásmentes korszak. Ahol az emberek szeretetben és békében, boldogságban élnek egymással. Együtt működnek egymással. Érted? Na most, de gondold végig, hogy mit gondolnak az emberek. Ha majd csak valahogy bejutok, mert hát rosszat nem nagyon teszek. Aha, és mi jót teszek? Nem az a kérdés, csak hogy mi rosszat teszel, vagy mi rosszat nem teszel, hanem az a kérdés, hogy mi jót teszel? Érted? Mert ma a bolygón nem az a fő probléma, hogy az emberek bűnözőek. Nem bűnözők. Érted? Nem az a fő probléma, hogy ártanak, meg harcolnak, meg háborúznak. Nem ez a fő probléma. Az a fő probléma, hogy
a jövőért gyakorlatilag nem tesznek semmit. És akkor most mond, gondolom, dehogy nem, te tettél, mert csináltál két gyereket. És már tettél a jövőért. Jó, hát a kutya is tud csinálni magának, nem kettőt, hanem 22-t, érted? Akkor ő többet tett a jövőért, mint te. Ennyi, nem? Hát ha ezt gondolod, hogy neked ennyi volt a jövőért tenni, hogy legy gyereked, akkor te valami nagyon alacsony szinten vagy. Oké? Okay. Hát akkor micsoda? Hát azért kellene tenni, hogy bekerüljünk az aranykorba, érted? Hogy az emberiség bekerüljön az aranykorba. De az nem elég az, hogy csak tanulunk, megtanuljuk, hogy hogyan kezeljük az élethelyzeteinket, hogyan oldjuk meg a problémáinkat, vagy hogyan előzzük meg. Ez egy dolog, de ebben kellene másoknak is segíteni. Az embernek ismernie kellene az élet működését, az ember működését, de az egy dolog, de kellene ebben másoknak segíteni. Nem az a kérdés, hogy te ezt meg tudod-e tanulni, ez nem kérdés. Az a kérdés, hogy vajon tudsz-e segíteni másoknak abban, hogy ők is megtanulják? Na ez a kérdés. Érted? Meg egyáltalán szeretnél-e tenni másokért? Vagy megint jön az önzőség, az majd csak magam megtanulom, majd mindent tudok, majd akkor segítek. Hát olyan nincs, hogy minden tudás. Ebben az életben nem fogod elérni a minden tudást, az hód biztos. Érted? Tehát kellene segíteni abban, hogy mások is hozzájussanak a tudáshoz. Most gondold végig, mit tudom én, bejön valaki tanulni, és van neki egy olyan speciális problémája, ami akkor nem hangzik el. Arra a megoldás természetesen nem hangzik el. És lehet, hogy egy előző képzésekben sem hangzott el az ő speciális problémájára a megoldás. De mégis rajtad keresztül, közvetlenül rajtad keresztül tud segítséget kapni. Érted? Mert 11 éve volt most júliusban, hogy elkezdtük ugye az emberek fejlesztését. És 11 év alatt az élet és az ember működésével kapcsolatban nem tudtak olyan kérdést föltenni, bármilyen problémája volt valakinek, amire ne tudtam volna megoldást és módszert adni. Érted? Mert van egy ilyen képességem, hogy kapok információt arra, hogy mi arra a megoldás, illetve mi a módszer. Világos ez? Na most onnantól kezdve, ez tud úgy működni, hogy neked van egy emberkéd, akinek van egy speciális problémája. Hozzád fordult, te meg hozzám fordulsz. És akkor onnantól kezdve már két ember tudja, sőt, még az a legjobb megoldás, hogy te szólsz a te vezetődnek, az szól az ő vezetőjének, az meg az ő vezetőjének, és az az ő vezetője, az nekem az emberem. És akkor így már egyszerre 6 ember tudja mondjuk azt az információt. Nem 1, 6. Érted? És azt a speciális problémát már 6 ember tudja, aki benne van az emberek segítésében. Világos ez? A többi meg kimarad belőle nyilván, mert ő nincs benne az emberek segítésében. Vagy nem tartozik hozzá az az ember. Világos? Miért nem tudod ezt elképzelni? Miért nem tudod azt elképzelni, hogy így segíts embereken? Tudod, milyen jó dolog kért tanácsokra válaszolni? Mi nem akarod ezt megtapasztalni? Sokkal jobb, mint az, amit te csinálsz az életedben, bármilyen munkát csinálsz. Garantálom, hogy jobb annál. És ráadásul nem szakadsz bele. Érted? Nem szakadsz bele. No, hát körülbelül ennyi fér bele a mai napba. Hát itt ebben most volt hideg, meleg, minden. Visszaadom a szót a házi gazdáinknak, de mielőtt visszaadnám, annyit azért mondanék, hogy
Én nem elégednék meg a helyedben a díjmentes képzésekkel. Mert a módszerek és a tudás az nem a díjmentes képzésben van átadva. A díjmentes képzések csak információt tartalmaznak. Ha megy a légkondi, az ablaknak nem kéne nyitva lenni, meg az ajtónak. Mert úgy hallottam, hogy nyitva van. Már akkor hiába működtetjük a légkondit. Köszönöm szépen. No szóval, lényeg az, hogy mindenkinek nagyon sok sikert kívánok, jó? És gondolkozzatok el azon, amit most hallottatok, jó? Tehát, ha nincs egy közös célja az emberiségnek, akkor soha nem lesz ezen a bolygón béke. Jó? Szeretlek benneteket, sziasztok! Nagyon szépen köszönjük Szedlacsik Miklós mesterkócsnak ezt a képzést, ahol valóban volt hideg-meleg és mindenféle hőmérséklet. Magamról annyit szeretnék mondani, hogy civil foglalkozásom természetgyógyász voltam, megtaláltam Szedlacsik Miklós oktatását, és itt én megtapasztaltam mindazt, amiről beszélt, hogy célokért kell, emberekért kell tenni, és nincs más lehetőségünk, nincs választási lehetőségünk, semmi más. Ezért kezdtem el a Nyílt Akadémiánál tanulni, mert mivel természetgyógyászkodtam, nem tudtam az embereknek abban segíteni, hogy hogyan tudja megváltoztatni az életvitelét, csak az egészségében tudtam egy nagyon kicsit segíteni. És mindenkinek azt tudom tanácsolni, én már megtapasztaltam. Amiket eleinte nem értettem, vagy másképpen tudtam, Szedlacsik Miklósnak mindig igaza van. Ez utólag mindig bebizonyosodik. 5 évvel ugyanezt történik mindig, tehát én bármit mond Szedlacsik Miklós, feltételek nélkül elfogadom. Ezt szeretném másoknak is ajánlani. Hát én is nagyon szépen, Én is nagyon szépen köszönöm Szedlacsik Miklós ezt a színvonalas előadást. Hát nagyon sok olyan dolog volt benne, ami elgondolkoztató volt. Magamról csak annyit szeretnék, hogy én szivattyúgépészként dolgozom, de egyre jobban én is orientálódok a szervezés PPH felé. És tulajdonképpen azért kezdtem el itt a Nyílt Akadémiánál a tanulást, mert szüleim által én volt egy természetgyógyász központjuk és egy oktató központjuk, ahol tulajdonképpen én elég sok mindent tanultam. De valahogy én soha nem éreztem magamat gyógyítónak, tehát valamit kerestem mindig az életbe. Tudtam, hogy az embereket ébreszteni kell, az emberekkel kell foglalkoznom, és ezt itt Szedlacsik Miklósnál, a PPH-nál találtam meg ezt a lehetőséget, és ezt mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy jöjjön közénk, nagyon jó csoport, nagyon jó közösség. Itt a helye a PPH-nál mindenkinek, és ne elégedjetek meg csak az alapképzéssel, tehát az ingyenes képzéssel. Gyertek és fizessetek be és tanuljatok. Nagyon megváltoztatja az életemet, nekem is megváltozott az életem, mindenkinek megváltozik a nézőpontja, látása, minden. Tehát most tulajdonképpen szünet következik, utána önismereti kócsképzésünk lesz, melyre ha lehetőségetek van, várunk szeretettel benneteket. Ha úgy látja, hogy nem érdekli az ajánlatunk, örülünk, hogy részt vett és megtisztelt minket, akkor elköszönünk önöktől. És most 25 perc szünet következik, találkozunk. Köszönöm szépen!